A jövőt építjük. A maradandó építészeti alkotások támogatója az Ahíd ZRT. Sziasztok! Prága egyik leghíresebb látnivalója, egyben Európa legrégebbi hídja is, és a Moldva folyó első állandó hídja. Ez a Károly híd. Nagyon sokáig kőhídnak, vagy prágai hídnak hívták, és csak 1870-ben nevezték el építetőjének, IV. Károly német-római császár tiszteletére Károly hídnak. A mészkőből épült híd 516 méter hosszú, és majdnem 10 méter széles. Egykoron villamosok és buszok is áthaladtak a Károly hídon, de mivel a megterhelő forgalom ártott a hídnak, így 1965-ben leállították a forgalmat. Azóta gyalogos hídként üzemel. A helyén először egy fahíd állt, majd egy kőhíd, amit Judit hídnak neveztek el, II. Ulászló cseh király felesége után. Miután a Judit hidat 1342-ben elvitte a Jegesár, elkezdtek egy új hidat tervezni. Peter Parley német építész készítette a terveket, akinek munkássága később döntően meghatározta Prága arculatát. Az építetők tojást és tejet kevertek a cementhez, mert akkoriban azt hitték, hogy ez majd jót tesz neki. Ezeket az alapanyagokat a környező falvakból szerezték be, ám néhány faluban hozzá nem értésből véletlenül főtt tojásokat küldtek az építkezésre, ezzel lassítva a munkálatokat. A Károly híd végül csak 45 év múlva készült el. Sokáig ez volt az egyetlen kőhíd Prágában. 1393-ban az akkor még félkész Károly hídról vetették a folyóba Nepomuki Jánost, amiért megtagadta az akkori király parancsát. Később Nepomuki Jánost szentté avatták, Csehország védőszentjeként tekintettek rá, és mártíromságának helyére egy részkeresztet helyeztek a Károly híd korlátjára. A legenda úgy tartja, hogy aki úgy érinti meg a keresztet, hogy annak mind az öt ujja érint egy-egy csillagot, annak teljesül minden kívánsága. Két végét gótikus tornyok zárják le. A híd közepét a 17. század óta aranyozott fakereszt ékesíti. A hídon 30 szobor látható. A világ egyetlen hídján sem állítottak fel ilyen sok szobrot, mint a Károly hídon. Legtöbbje barokk stílusú, és 1700 körül egyenként helyezték el őket. A sétáló hídon gyakran tartanak rendezvényeket. Ez a prágai szabadtéri kulturális élet egyik központja. Történelmi hangulatát számos zenész és utcai művész színesíti. Helyszíne volt árvizeknek, a 30 éves háború csatáinak és lovagi tornáknak is. A Károly híd nem csak gazdag történelme miatt vált híressé. Prága és Európa egyik legismertebb hídjává vált, és Csehország egyik szimbóluma is egyben. Mához egy hétre ismét egy világhírű épületet mutatok be nektek, amelynek szintén érdemes lesz megismerni a történetét. Sziasztok! A jövőt építjük. A maradandó építészeti alkotások támogatója az Ahíd ZRT.